Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. A mai napon egy nagyon aktuális és nagyon-nagyon hálás témáról beszélünk. Két szempontból hálás ez a téma mai napon, amiről beszélgetünk itt a Fehérvár TV-ben. Az egyik azért hálás, mert tényleg hálát adhatunk annak, hogy erről a témáról tudunk beszélni. Ugye egy hónapja még nem gondoltuk volna. A másik pedig azért hálás, mert a kirándulásról, nyaralásról lesz szó. Általában autóval megyünk, viszont a nyaralásunkat azért nagyon-nagyon meg tudja keseríteni, és tényleg rémálom, mert ilyen Chevy Chase-es filmét tudja tenni, hogy az autókat mondjuk nem készítjük fel a lehető legjobban a nyaralásra, mert nehogy Isten, akkor tréler, autómentő és egyéb anyagi kiadások sokkal-sokkal brutálisabb, mint azt gondolnánk az elején lenne a vége a nyaralásnak. Ezért tényleg fontos az, hogy az autókat felkészítsük a lehető legjobb módon, átnézessük egy szerelővel, vagy ha valaki tényleg ért hozzá, egy csomó mindent átnézzen rajta. Úgyhogy a mai napon erről beszélünk, a Fehérvár TV minden kedves nézőinek segítséget szeretnénk abban nyújtani, hogy tényleg egy nagyon-nagyon felkészült autóval tudjon elmenni, kirándulni, vagy éppen nyaralni. Vendégem a stúdióban Polgár Tibi, Polgár Tibor autószerelő. Szia, köszöntelek téged. Hello, szia, én is üdvözlöm a nézőket. Beszéltünk erről a témáról mi már annó régessége még a Vörös Marti Rádión, a Jó Reggelt Fehérvárban, hogy mi az, amire figyeljünk. Egy csomó tök jó dolgot mondtál, olyat is, amire nem is gondoltunk volna, hogy mire figyeljünk az autók kapcsán. Úgyhogy beszéljünk erről, hogy, és ez egy nagyon nagy téma, és igazából nem is tudom, hogy honnan kezdjük, hogy mi az, amire mindenképpen figyeljünk, mit nézessünk át, hogyha utánfutóval megyünk, hogyha tetőboxunk van, hogy mit tegyünk az autóba. Tehát tényleg nagyon sok mindenről kell, hogy beszéljünk, hogy át is adnám a szót neked. Hát válaszuk két fele ezt a dolgot. Válaszok úgy, hogy valaki belföldön utazik, meg van, aki külföldön. Ugye a kettő azért nem egészen ugyanaz, persze, mert a két dolog között nagy a különbség. Azért egy kis, kevésbé felkészített autóval is meg lehet tenni azért itt ezeket a rövidebb távokat itt Magyarország, igen, területén. Bár én itt is azt javaslom, hogy minél jobban nézessük át az autót, és nézzünk át rajta mindent, és úgy induljunk útnak. Eleve azért, mert itt is nagyon sok helyen van útfelújítás. Egyáltalán nem jó például egy M0-áson, hogyha lerobban az autónk, és még félre sem tudunk állni. Tehát, igen, ahol az szűk sávok vannak. Tehát erre mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy tényleg felkészített autóval induljunk még itthon is, belföldön is útnak. A távoli vidékre megyünk, tehát elhagyjuk Magyarország területét. Bár én azt mondom, hogy a vírus véget azért ezt kevesebben fogják megtenni, persze, az persze, idén. Biztos. De azért biztos lesznek, akik azért Horvátország, meg a közelebbi tengerpartokat felkeresik. Ott én azt javaslom, hogy mindenképpen az elsődleges dolog, azon kívül, hogy az autót felkészítették az útra, hogy a biztosítást, egy utasbiztosítást mindenképpen érdemes kötni, ha nem is a legdrágábbat, de egy középkategóriát mindenképpen. Az autóra kiváltani, hogyha esetleg olyan biztosítónál van a szerződés, hogy nem adja ki a zöld kártyát, tehát automatikusan, igen, nem postázza ki, akkor bemenni a saját biztosítónkhoz és kérni egy ilyen zöld kártyát, ami arra szól, hogy akkor kint, hogyha bármi történik, ha esetleg mi okozunk kárt, akkor a biztosító ezt fedezi. Persze, tehát nincs, persze, ilyen probléma. Úgyhogy ez legyen az elsődleges. A másodlagos természetesen az autó. Hát az autónál mit nézünk át, tehát én azt javaslom tényleg, hogyha mindenki inkább vigye el szerelőhöz, aki ugye nem ezzel a szakmával foglalkozik. Úgy van, egy kérdés közben. Igen? Hogyha mondjuk van egy olyan autóm, amin én úgy gondolom, hogy minden rendben van, tehát hogy elmegy, semmi gondja, semmi problémája, akkor is mindenképpen célszerű elvinni szerelőhöz? Mindenképpen. Itt napi rendszerességgel vannak olyanok, hogy még egyik pillanatban nem volt semmi gond az autóval, de a második pillanatban előfordul, hogy probléma lesz vele. Csak mondok egy egyszerű példát. Például az autóval megálltak csütörtökön este, pénteken reggel beesett a kuplungpedál. Tehát olyan dolgok, amit előtte észrelni lehetett volna, ha át van nézve az autó, mert akkor a szerelő megnézi a kuplung tartályba, hogy megfelelő az olajszint, látja, hogy minimum van, akkor meg fogja nézni, hogy hol van olajszivárgás, és akkor már az a munkaenger ki van cserélve. Na most ez nagyon kellemetlen abban az esetben, ha elhagyjuk az országot, és esetleg ott a másnap akarunk kuplungolni, és beesik a kuplungpedál. Tehát persze, ezért érdemes mindenképpen. Tehát ha most azt hiszük, hogy nekünk tök üzemképes az autó, előtte mindenképpen érdemes átnézetni. Nem beszélve ugye a horseboard-ász szíjakról, például a főtengely jégszíjtárcsák, nagyon sok esetben most már egy ilyen gumírozott, vulkanizált főtengely jégszíjtárcsáról beszélünk, hogy az nincs előregedve. Tavaly is volt olyan ismerősöm, aki kiment Horvátországba, visszafele úgy könyörögte magát haza, mert elszabadult ez a vulkanizáció a két fém között, és ugye megszólajtott a tárcsa. És ebben az esetben ugye már nincs megfelelő töltés, ha ne adj Isten még a vízpumpát is, a vaszbordászi hajtja, akkor pedig még a hűtés sem megfelelő. Úgyhogy ezeket mindenképpen, tehát egy tüzetes átvizsgálást ilyenkor érdemes kérni a szerelőtől. Ez úgy indul, hogy elindulunk az autó elejétől, és a futóműtől kezdve ugye a motortérben, ugye a szíjakat, olajszintet, olaj mikor volt cserélve. Én azt is tudom javasolni esetleg, hogyha valaki
már úgy van, hogy a 10.000-es vagy a 15.000-es időtartama benne van már lassan kilométerben, akkor érdemes előtte, akkor csinálja inkább, meg ha csak 1.000 kilométer lenne, akkor inkább csináltassa meg, és akkor friss olajjal indulnak. Tehát a hűtőrendszer nagyon fontos, hogy rendesen működjön. A hűtőventilátor rendesen működjön, az elektromos rendszerek, a világítás, és akkor a világításnál klíma, járunk, ugye klíma egyértelmű, amelyik autó ugye már azzal szerelt, ugye nagyon sok. Amit meg nagyon fontos, hogy tegyünk oda izzókészletet, és ne úgy, hogy például az előző Valbungnak az izzókészlete legyen benne, vagy a Ladái, hanem a típusnak persze megfelelő izzókat készítsünk be. Átmenekítettük még el adás előtt gyorsan, és akkor jó lesz az, hogy én hozzám is oda jönnek, hogy cseréljek izzót, hát de ő neki van ám, és akkor elővesz egy ilyen 100 éves izzókészletet. 78 bezót a Ladába. Így van, tehát ezt nem érdemes, hanem a típusnak megfelelően izzókészletet beszerezni, betenni az autóba, mert hogyha ő saját maga nem is tudja cserélni az izzót, akkor ott a valamelyik szervizbe vagy segélyponton, ott akkor a kezébe adja a szerelőnek, biztos, hogy akkor hip-hop megcsinálják. Tehát ezek, amik alapból mindenképpen átnézése kell, hogy kerüljenek ezek így a dolgok. Van. Hát meg aztán azon kívül még ugye azért nem árt, hogyha az ajtózárakat, ablakemelőket, mindent átnézünk, hogy ezek minden rendben legyen, ne legyen az, hogy például kint vagyunk külföldön, és az parkolóba fogja magát az ablakemelőnk, és egyik pillanatra a másikra megadja magát. Tehát ha úgy érezzük, hogy valamelyik ablakunk nem megfelelően működik, tehát szorul, recsegve megy fel, akkor azt mindenképpen indulás előtt muszáj, és meg is kell javítatni. Gumik, gondolom, nagyon-nagyon fontosak, ugye? Hát az természetes, ugye, hát az érintkezik az aszfalttal, az tapad az aszfalthoz, tehát az mindenképpen. Azt is, hogyha valaki úgy érzi, hogy esetleg a kormány berázza még csak minimálisan is a gumiablancs, akkor mindenképpen egy gumis műhelyet felkeresni, hogy egyértelműen megnézzék, hogy nem-e szászakadásos a gumis, vagy csak centírozás probléma van. Tehát ezeket mind a fék egy alapvető dolog. Tehát a féket mindenképpen megnézni, hogy a fékbetétek megfelelő állapotban vannak. Nehogy az legyen, hogy jó, hát most még nem szól, meg nem jelez vissza visszajelzőben a műszerfalon, de aztán elmegyünk egy 500 kilométert, és akkor ott pedig már probléma van, mert pont elérte azt a kopást, hogy cserére szorulna. Ugye ez volt az a nagyon fontos pár dolog, amit érdemes ugye átnézetni szerelővel. Ugye nyilván fontos az autónak a belseje, a tisztaság, és eszembe jutott egy dolog, hogy rengetegen iszunk ilyen pillepalacból üdítőket, mindenféle folyadékot, és sok autónál látom meg, te is egy csomóan ugye viszik hozzád, hogy biztos, hogy tele van szórva több esetben pillepalackkal, ami veszélyes tud lenni, főleg ugye a vezetőnek az oldalán van, oda megy a pedál alá bármi, mondom, ebből is ezért lehetnek gondok, problémák. Hát én azért nagyon bízok benne, hogyha valaki így hosszabb útra indul, akkor kitakarítja az autóját. Na igen, erre akartam rátenni, takarítás, ez kéne. Takarítás mindenképpen ilyenkor ráfér az autóra, ez egy alap dolog, tehát végülis ezzel kéne kezdeni. Úgyis visszakosz lesz utána a nyaralás után. Ugye vannak gyerekek, főleg ott tesznek a kocsiban. Hogyne, de hát most én azt mondom azért, hogyha egy kultúrált család megy el, akkor ott nem lesz probléma különösebben. De nagyon sok autós pihenő van külföldön is, ahol meg lehet állni, meg lehet enni azt a szendvicset, vagy bármit, amit az útra viszünk, tehát azt nem kötelező az autóba megenni. Igen. Ami még szintén font az autótisztasága kapcsán, rengetegen ugye dohányoznak, és ilyen töltött cigarettákat szívnak, aminek ugye megvan a maga veszélye, mert mondják, hogy nagyon könnyen kieshet belőle a parázs vezetés közben, ami szintén ugye már vezetett tragédiához, és nem egy-két esetben. Hát igen, de én bízok benne, hogy akik azért így, tehát én azt mondom, hogy aki külföldre megy, és külföldre megy utazni, nyaralni, akkor az általában nem töltött cigarettát szív. Tehát én azt mondom, hogy az nem az a kategória. Én megmondom őszintén, és nem bántva senkit, én úgy vettem észre, hogy a... Hogy mondjam, hogy ne bántsak meg senkit. Tehát aki melós, meg még akar egy kicsikét spórolni, az töltögeti magának azt a cigarettát. Tehát neki akkor nincs esetleg arra én keretet, tényleg, hogy az ügyfeleknél, hogy de akik azért így nyaralásra veszik a fejüket, és autóval mennek hosszabb távra, én azt mondom, hogy főleg, akkor legalább erre vegyenek. Meg főleg, hogyha a családdal mennek, gyerekekkel mennek, szerintem rá se gyújtanak az autóba, hanem úgy is pihenni, meg kell állni, legalább egy 200 kilométer után, akkor elszívett cigarettát, és akkor megy tovább. Jó, csak erre is érdemes az emberek figyelmét felvinni, szerintem, hogy láttam, hogy nagyon-nagyon sokan csinálják. Meg ilyenkor azért a szivargyújtó helyét teljesen másra használjuk általában. Navigáció, telefon. És ha már ott tartunk, akkor érdemes erre odafigyelni, hogy ne ezeket az olcsó elosztókat, mert tudom nagyon jól, én is egyébként porul jártam ilyen elosztóval, szivargyújtó elosztóval, hogy nem volt megfelelő. Tehát semmire nem volt jó. Semmire nem volt jó, tehát most azt mondom, hogy ez egy négyes elosztó volt, és abból csak kettő része működött. Meg akkor kivagdalt a biztosítékot, zárlatos lett, tehát nincs értelme ebből a jobb minőséget érdemes ilyen esetben megvenni. Nagyon sok autónál már úgy van, hogy van ugye a szivargyújtó eleve a műszerfalnál, aztán van esetleg középen a boxba is, meg hátul a csomagtartóba is
például egy ilyen hűtőtáska, ami már szivargyújtóról működik, azt akkor oda is be lehet dugni. Igen. De érdemes akkor, ha már ilyet vásárolunk, akkor egy jobb minőséget vásárolni. Persze, meg ugye az autóknál rengeteg kocsinál az újabbaknál a hűthető kesztyűtartó, például hűthető nagyon sok minden, tehát azért nagy kincs ebben az időszakban, és akkor nem kell hűtőtáskázni bármi más, de általában nyilván ez a ritkább kategória. Igen, meg általában azért a kesztyűtartót másra használjuk, főleg, hogyha itt külföldre megyünk, mert azért ilyenkor azért iratokat mi egymást viszünk magunkkal, tehát azt inkább. Azt is nézzük át, egy fontos dolog, ugye, tehát az iratok átnézése. Alapra, hogy azért a személyigazolvány rendben legyen, aztán hát, ha kell útlevél, akkor ugye az útlevelet meg kell csináltatni, ez egyértelmű, de hát ez szintén alap, ugyanúgy, ahogy amit elmondtam a legelején, hogy a zöld kártya, meg az utasbiztosítást, azt mindenképpen érdemes kötni. Persze. Mi az, amit az autóba, ugye utazás kapcsán, akár külföld, akár befőd érdemes pluszba bekészíteni, vagy éppen nincs, akkor pluszba vásárolni? Így hővédelem ellen gondolok, nyaralásra praktikus dolgok, amik kellenek. Esetleges, ugye jégeső van, erről is annó beszéltünk még a rádióban. Így van, hát ami szoktunk emlegetni a rádióban is, a kockás pléd, az legyen. A kockás pléd, igen, az legyen. És ez tényleg nagyon sok ismerősöm járt pórulként Olaszországba is, hogy jött egy hirtelen jégverés, de egyébként itt Magyarország területén is volt ilyen, hogy azt a kockás példát ráterítjük az autóra, azért nagyon sok égtől meg tudjuk védeni a karosszériát, fényezést. Tehát ez egy alap dolog. Tehát az brutális károkat okoz a jég. Ha szépen beterítjük a csomagtér aljába, ott úgyis, amikor odaérkezünk a célállomásra, akkor ott úgyis kipakolunk, és akkor ahhoz hozzáférünk hamar, gyorsan is, hogyha egy ilyen vihar kereked. Persze. Egyébként a jégverésre visszatérve, az úgy el tudja verni a brutálisabb a kasznit, az autó tetejét és minden, amivel érintkezik, hogy szinte már a javíthatatlan kategóriába kerül? Hát nekem ismerőseim voltak én, hát most már jó pár éve Olaszországba. Ő nekik az autójukat azt rendesen összeverte, de ami mellettük állt, nem akarom mondani a típusát az autónak, annak a hátsó szélvédője bedurrant. Hát meg tehát, a szélvédő, úgyhogy de egyébként volt egy másik ismerősöm, csak lenne a Tiszatónál tartózkodtak, és ő nekik még a rendszámtábla világítást beverte, tehát minden. Az tehát hátsó lámpákat, olyan fekvése volt a hátsó lámpának, tehát nem függőlegesen volt, hanem egy ilyen döntött, olyan típusú autó volt, a hátsó lámpákat összeverte, tehát nagyon kemény munkát tud végezni. Kettő kockás plédet vigyünk, biztos, ami biztos. Igen, és amit még elfelejtettem az előző blogban, hogy az ablaktörő lapátok legyenek rendben, és az ablakmosó folyadék legyen rendben. A világító berendezéseket azt említettem, de még azon kívül a generátor, tehát hogy a töltésünk végigúton meglegyen. Tehát azt is érdemes leellenőriztetni, hogy a generátorunk milyen állapotban van, egy töltést méretni, meg lehetőleg 4-8 éves akkumulátorral induljunk útnak. Persze, ez is egy probléma lehet, mert lehet, hogy olyan országban megyünk, ahol sokkal többbe kerül egy akkumulátor, mint itt Magyarországon. Ugye arról beszélgettünk, hogy mi az, amit szerelő tud megcsinálni, meg mi az, amit mi tudunk megcsinálni, hogy bekészítés. Nyilván pár alap dolgot, a folyadékszinteket, tehát az ablakmosót ellenőrizzük, olajszintet ellenőrizzük, guminyomást, ezeket meg tudjuk mi is. Aki ügyesebb, ablaktörlő lapátot, ám bár nekem még soha nem sikerült lecserélni, de ugye ez egy külön kategória vagyok. Ezeket érdemes, de ugye bekészíteni dolgokat, pluszba az utazásra mi tudjuk, mondjuk a kockás plédet. Mi van még, amit mondjuk mi tudunk bekészíteni? Hát azon kívül azt ellenőrizzük le, hogy a pótkerekünk milyen állapotban van. Tényleg ez is egy fontos dolog. Ez mindenképpen fontos. Legyen benne megfelelő kerékkulcs az autóba, mert ha kaphatunk egy defektet, és ha nem lesz egy megfelelő kerékkulcs, és ellenőrizzük le, hogy meg tudjuk-e vele lazítani az autón a kereket. Mert nagyon sok esetben még nekünk is méteres csövekkel kell, mert még a levegőkulcs lazítja le, előfordul úgy, hogy úgy rátapad az alufelnibe. Úgyhogy ezt érdemes mindenképpen ellenőrizni, és mert nyomatékkulcsa húzzuk mi utána a kerekeket, de az rá tud szorulni. Igen. Hát hogyha egy mód van rá, akkor egy olyan kerékkulcsot vigyünk, ami strapabíró, meg esetleg, hogyha egy cső hosszabbítást, ez nem kell több, egy 30-40 centis darab cső, ami rácsúszik a kerékkulcsra, azzal már könnyen meg tudjuk lazítani a kerekünket. Igen. Meg előtte még esetleg, hogyha valaki nem cseréltetett kereket, akkor érdemes ezt lepróbálni idehaza nyugodt körülmények között. Nem ott a leálló sávba kell küzdeni, amikor a kamionok ott szaggatnak el mellette, hanem akkor szépen idehaza nyugodtan a parkolóba, vagy egyéb olyan helyen, ahol biztonságosan meg tudja emelni az autót. Igen. Az emelőt le tudja próbálni, hogy rendesen működik-e. Tehát ezeket még idehaza érdemes letesztelni, mert ezt saját magunknak kell megoldani, ha nem akarunk sok pénzt fizetni kint a segélyangyalnak. Igen. Pont erre lettem volna kíváncsi, hogy én még magam életemben nem cseréltem kereket autón, soha az éjjel egy világ, szerintem nem is tudnék. De
Ugye egyszerűen képzeljük, hogy megemeljük az autót szépen, kicseréljük a kereket, azért gyakorlat nélkül ez biztos, hogy nem megy. És arra lennék kíváncsi, hogy te mit tapasztalsz, hogy körülbelül az embereknek, az ügyfeleknek hány százaléka tudna mondjuk tényleg egy defektes kereket kicserélni egy másikra. Mert mondom, ez egyszerűnek tűnik meg neked nyilván kis új munka, de azért ez gyakorolni kell egy picit. Hát azért mondom, hogy ezt érdemes is indulás igen. előtt mindenképpen ezt megoldani. Igen. Hát én azt mondom, hogy ilyen 50-50 százalék. Tehát körülbelül, most igen. őszinte leszek, tegnap volt nálam egy ügyfél, jött, hogy valami nagyon zuhog az autójába. És megemeltem az autót, körbejárom az autót, és pont a bal első kerék, az holt laza volt. Uh-huh. Hú, azt mondja, hát most volt rá ideje, most még azt mondja, soha nem cserélt kereket. Látszik de akkor. Most átcserélte a télieket a nyárira, mert ugye felnim volt, úgyhogy igen. így könnyen megoldotta, és azt az egy kereket elfelejtette meghúzni. Rá voltak tekerve a csavarok, csak nem volt. Hát ugye a tragédia lehetett volna, nagyon hát igen. könnyen. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, hogy azért ezt húzzuk meg. Meg akinek esetleg lopásgátló van, akkor annak az elemdarabja a kerékör, akkor azt mindenképpen legyen benne az autóban. Aztán a vonószem, az mindenképpen érdemes, hogy az benne legyen az autóban. Ne adj Isten, mégiscsak történik valami. Persze. Előfordulhat. Ugye itt főleg most már mostani autóknál nagyon sok az elektronika is. Tehát itt azért ezzel is számolni persze. kell, hogy bármilyen tüzetesen át van nézve egy autó, egy elektromos alkatrész elromlik, el kell húzni az autópályáról, nincs mese, sőt, trélerre fel kell tenni, oda vonószem mindenképpen kell, hogy ne a lengő karcagassák ki az autó alól. Igen. Úgyhogy az mindenképpen fontos, hogy benne legyen az autóba. Láthatósági mellény egyébként is kötelező, persze. de az mindenképpen legyen benne az autóba, ezek mindenképpen legyen bekészítve. Amit még plusz érdemes berakni, az egy liter motorolaj. Én azt javaslom, hogy azért desztillált víz mindenképpen legyen benne, ha lehet, akkor az egy két liter, mert azzal esetlegesen, ha lefogyna az ablakmosó folyadékunk, azzal tudjuk pótolni. Így van. Úgyhogy az mindenképpen érdemes betenni. Én még azt mondom, hogy esetleg egy fél liter fékolaj az elfér bármelyik sarokba, vagy egy olyan kis, nagyon sok ilyen kis rekesz van ezekben az új autókban már. Tehát azt is érdemes, de a belevalót, tehát most már általában adott 4 a szabvány, de azért mondom, hogy mindenképpen azt nézzük meg, hogy milyen típusú való bele, és akkor azt persze. tegyünk be tartaléknak. Mert azért az ilyesmi az nem árt, hogyha van az autóba. Érdemes még szerintem térképet is vinni. Ugye navigáció persze van már mindenkinek, telefonról, akár külön GPS, de nehogy Isten bármi van, tényleg bármi lehet, nehogy Isten, akkor legyen nálunk tényleg egy térkép is. Ezt mindenképpen érdemes a térkép egyébként, mert mi is még pár évvel ezelőtt, azt hiszem Csehországban, akkor építettek egy körforgalmat, és valami 3-4-szer mentünk át ugyanaz útvonalon, amikor már gyanús volt, hogy az melós, az még mindig ugyanaz. Igen, jó, ez a hely azért nem ennyire. A GPS az mindig vitt bennünket körbe karikára, és akkor egyszer láttam egy ilyen kopott feliratot, hogy Prága, és akkor utána ott startoltam el, és akkor úgy találtuk meg a helyes útvonalat. Szerintem akkor nálunk sem volt térkép, lehet, hogy jó lett volna, hogyha van. Persze. Úgyhogy egy térkép az nem árt, persze, hogy annak a megfelelő. Bár én azt mondom, hogy akkor érdemesebb egy ilyen Európa térképet is annak, hogyha ugye természetesen Európán belül utazunk, világos. Akkor egy Európa térképet nekünk van egyébként, mi egy ilyet vásároltunk, nem egy olyan túl nagy összeg, persze. mert ha bármi van tényleg, akkor azért mégiscsak el tudunk igazodni. Igen, és tanuljuk meg otthon összehajtani, hogyha ilyen van. Egyszer próbáltam, nekem nem sikerült, ez egy sima Magyarország, sőt Budapest térkép volt. Összehajtás azért nem mindig olyan egyszerű, az se. Tehát mint a kerékcsere, tehát nagy francok ezek a térképgyártók. Hát igen, meg a térkép, azt tudod, mikor használod, akkor már ideges vagy. Mert hát, akkor, igen, ha már igen, azt akkor kell venni, hol a fenébb lehet, akkor idegen, nekem volt olyan, hogy hát kétszer kivágtam térképet, megmondom őszintén az ablakon, Budapest, harmadik kerületben, Óbudán volt, ezt tudom, az egyik, másik, valahol nem tudom hol, de ott tudom, egyszer kivágtam. Aztán nyilván ugye az enni-inni való fontos még, ha ne adj Isten valami van, beragadunk, hát folyadék az mindenképpen legyen az autóban, mert előfordulhat ilyen 5 órás dugó is. Igen. Tehát igen. lehet, ne adj Isten egy baleset, lehet egy útlezárás. Aztán hát ki merre megy, de hát ez változó. Ugye van, amikor a vendégmunkások is mennek hazafele, akkor persze. bizony 5 órát lehet állni a dugóba, tehát erre oda kell figyelni. Ezért mondtam, hogy például az autónak a hűtőrendszere az nagyon fontos, hogy rendesen működjön, mert hogyha egy dugóba araszolunk, tehát nem tudjuk azt tenni, hogy leállítjuk, persze. elindítjuk. Hanem menni kell rögtön. Hanem szépen igen. mindig gurúgatni kell, igen. így szépen kocogunk, szép tudja lassacskán. Tudja forralni. Hogy akkor aztán... Ugye a régi autóknál ez baj volt Budapesten, ugye annyit lehetett látni 70-es, 80-as években, hogy az autósok egyik fele halad, másik fele pedig ugye így car fitness, úgy hívom, tehát így tologatják egymást, vagy éppen saját
autójukat, mert felford mindenkinek. Igen, és pedig akkor még nem is voltak ilyen meleg nyarak. Tehát akkor még általában 30 fok az már kánikulának számított. Igen. Most pedig már nem csodálkozunk a 40 fokon persze, sem. Persze. És természetesen akkor az autók is ahhoz voltak ugye azért még kalibrálva, most már más a történet, és azért is van ilyen több fokozatú hűtőventilátor előtétellen, lássuk meg egyéb alkatrészek, igen, amivel igen, ezzel az... tudják turbozni a hűtését a motornak. Uh-huh. Ha valaki nagyobb cekkerrel megy, akkor érdemes utánfutó, vagy éppen tetőbox. Sok autón látni ezt is. Ezekről mit érdemes tudni? Én azt javaslom, hogy a legjobb, hogyha egy mód van rá, akkor tetőbox. Igen? Tehát az a hát, hogyha nem lakókocsival megyünk. Persze, persze. Akkor az ha csak nem sátras utánfutóról beszélünk, akkor én azt mondom, az utánfutót legjobb hanyagolni. Értem. Azt azért zárni kell, meg egyéb dolog. Tehát én persze, azt javaslom, persze, hogy a tetőboxot eleve az, hogy a fogyasztása a tetőboxnál kisebb lesz az autónak, mint egy utánfutóval. Azért megnöveli a tetőboxot. Mennyivel növelheti megnöveli? Hát szerintem egy literre meg fogja növelni hát a fogyasztást, de akkor kényelmesen elférünk az autóba. Persze. A másik pedig az, hogy azért megfelelő méretű tetőboxot válaszunk, ha kölcsönözzük, ha vásároljuk, akkor is. Az milyen megfelelő méret? Tehát az autónak a megfelelő méretéhez. Mm. Tehát nem akarok ugye most itt típusokat mondani, egy kis kaliberű autóra ne tegyünk 3-4 méteres tetőboxot, ez egyértelmű. Tehát az autónak a súlyához megfelelőt válasszunk, mert ugye ezzel megemeljük azért a magassági pontját is az autónak, tehát borulékonyabb lesz, tehát a súlypontja átkerül az autónak, tehát erre érdemes odafigyelni, meg én azt is tudom javasolni, hogy a tetőboxoknál, ha vásároljuk is, vagy ha béreljük is, akkor érdemes arra figyelni, hogy minél kevesebb legyen a légellenállása, mert azért lehet látni azt mondom, hogy egy ilyen kocka szintű tetőboxot, igen, meg lehet látni ezeket a laposabbakat, amik szépen így csúcsosodnak felfele. Nyilván az a jobb, nem a az a jobb, hogy nem, sokkal kisebb a légellenállása, és így nehezebben kap bele a menetszél is az autóba, tehát meg kevesebb a fogyasztás is. De ebben brutál mennyiségű cuccot bele lehet tenni, gondolom, nem? Tehát jó sok mindent elnyel. Hát főleg, hogyha valaki esetleg nem szálláshelyre megy, hanem úgy dönt, hogy sátorozni megy, akkor oda jóformán az összes kemping cuccot be lehet pakolni. Persze. Tehát mindenestől, tehát én tudom azt javasolni mindenképpen. Egyébként meg még plusz szerintem még a ruházati cuccokat is be lehet pakolni. Uh-huh. Úgyhogy én tetőbox párti vagyok mindenképpen. Tehát akkor inkább tetőboxot. Csak arra odafigyeljünk, hogy az rendesen legyen rögzítve. Igen, tehát szintén persze. A tetőcsomagtartó rendesen, típus azonosan, ne ilyen össze-vissza eszkábát, mert azért lehet látni így a forgalomban ilyen dolgokat. Úgyhogy erre mindenképpen persze. Érdemes szintén. Nyilván valaki sokat megy nyaralni, érdemesebb venni, vagy sokat megy, sokat van úton, sokat kirándul, érdemesebb akkor venni, meg lehet bérelni is ilyen tetőboxokat. Igen, gondolom, de én azt mondom, hogyha tényleg, ha valaki azt mondom, hogy évente egyszer elmegy nyaralni, akkor érdemesebb egyszer megvásárolni, és akkor onnantól nem kell bérelni, persze, vagy esetleg kölcsönkéregetni, hanem akkor az a sajátunk, és akkor azt tudjuk használni. Uh-huh, igen. Pakolásnál még a rendbeszédnek érdemes figyelni tényleg valami. Aki rutinos, ez már tudja, de érdemes ugye rendszert belevinni a pakolásba, hogy mi az, ami kerül mondjuk a csomagtartónak az aljára, és mi az, ami feljebb. Tehát ennek is biztos van valami logikája, gondolom. Hát ez egyértelmű, hogy azért a súlyosabb dolgokat tegyük alulra. Uh-huh. Tehát most maradjunk, hogyha nem viszünk például tetőboxot, hanem csak mondjuk elmegy egy 3 személyes család, akkor ugye azt tudom javasolni, és sátrazni mennek, akkor azt javaslom, hogy a sátor, kempingszékek, kempingasztal, ami ugye lapos és egyenes, azt tegyük legalulra, akkor utána mehet a sátor cucc, aztán utána meg a ruházati tisztálkodó cuccok legyenek legfelül, ugye, mert azt tudjuk használni menet közben is, meg hát ugye nem is árt, meg plusz még ez is elmaradt egyébként, és akkor beszéljünk erről is, a fertőtlenítő kéztörlő, hogy az legyen azért benne a boxban még minden esetben. Ha most nem lett volna a vírus, én azt javaslom, hogy akkor is, mert mi akkor is használtuk egyébként. Igen. Amit még kihagytunk esetlegesen, nem olyan fontos, de mégis van ilyen szinten fontos dolog, hogy a napfény nagyon tudja rongálni az autót, tehát amit már lehet venni tényleg szinte minden szupermarketben, szinte minden boltban, a előre ugye az első üveghez szerelhető, ugye két kis tapadó koronggal rárakható ez a fényvédő. Ezt igen, hát ez mindenképpen érdemes, de hogyha erre nem akarunk költeni, mert előfordul, hogy ugye kiköltekezzük magunkat, bevásárolunk, pénzt váltottunk, minden, és akkor már ilyen apróságokra nem akarunk költeni, de az autót mégis karba akarjuk tartani, akkor érdemes egy fehér lepedőt vinni magunkkal, és azzal is gyönyörűen le tudjuk takarni a műszerfalat, meg hát az első szélvédőt, mert ugye onnan kapja le. Persze. Próbáljunk úgy parkolni, ha nem is állunk teljesen fa alá, hogy lehetőleg a nap úgy érje, hogy minél kevésbé érje a műszerfalat, mert ugye a műszerfalnál van jóformán minden elektronika. Így van. Úgyhogy én azt tudom javasolni, mindenki úgy parkoljon lehetőleg le, hogy minél kevesebb napfény
és UV sugárzás éri a műszerfalat. És ezt komolyan kell venni, mert szintén beszélnünk erről már többször a rádióban, hogy nagyon nagy károkat tud okozni a kocsiban, nagyon-nagyon komoly pénzösszegbe kerül őket. Hogyne, hát kormányoszlop kapcsolók, tehát bajusz kapcsoló, aztán világítás kapcsoló, meg egyéb kapcsolóknak a tönkremenetele az nagyon sokba kerül, és ráadásul az a legrosszabb, ha ne hogy Isten, ez külföldön ér bennünket. Mert lehetséges, hogy lehet találni áthidelő megoldásokat, de én azt javaslom, hogy ezt ezzel tudjuk kerülni. Uh-huh. Mert ez nem egy nagy dolog, hogy fogjuk és megtakarjuk a műszerfalat, hogy ne érje a napfény. Persze, szóval ez még mindenképpen legyen nálunk. Oké, Tibi, köszönöm szépen neked, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm a lehetőséget. És én is köszönöm a kedves nézőknek. Annyit még elmondanék, hogy a következő műsorban Tibivel ugye szintén aktuális témáról beszélgetünk itt a Fehérvár TV-ben, méghozzá az autóvétel. Ugye a nyári időszak ezeknek az időszak az autóvételeknek, és hát bizony-bizony, remélhetőleg senki nem járt porrú, de jó páran porrú jártak, hogy belenyúltak olyan használt autóba, amit ugye nagy évben el kellett volna kerülni. Tehát következő műsorban Tibi arról fog nekünk majd nyilatkozni, és abban fog segíteni, hogy ha használt autót veszünk, akkor mi az, amiket mindenképpen megnézzünk rajta, hogy elkerüljük tényleg az esetleges további nagyon-nagyon komoly több százezres vagy éppen milliós kiadásokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.